Ödön az ökör, a szerelem ereje. Milyen kellemes ez a tavaszi napsütés. Mit szólsz, Benő? Milyen jó meleg van? Isteni, pedig még csak tavasz van. Oda néz! Az úszógumit nézték az anyjuknak. Oda nézettek egy cápa! Meneküljetek! Ó, húzzatok, ahogy csak bírtok! Na hát, ez nem is cápa. Az én Orbán barátom így megijesztett minket. Mitől lehet ilyen mélabús? Talán szerelmes. Hová rohan ez a két kerge? Mi baja lehet ennek a szegény Orbánnak? Szóval reménytelenül szerelmes. Te jó ég! Jaj, szeretetlen vagyok, jaj! Hogy
Hogyan tudnánk segíteni ennek a szerencsétlennek? A szarrát kéne rendbe hozni. Nekem... Szedd össze egy kicsit magad, barátom. Jaj, olyan szerencsétlen vagyok. Ó, hogy öntsünk lelked bele? Nem tudom. Orbán, miért rúskadtál így magadba? Sejted már, mi baja lehet? Sajnos fogalmam sincs. Rendbe kell tennünk a szarvát. Jó, de hogyan? Ne szomorkodj, barátom, mindjárt meggyógyítalak. Hát ez elég ócska. Ne félj semmit, kitalálok valamit, hogy lehet rendbe hozni. Már tudom is, hogy ki fogja meggyógyítani. Ó, az én hódbarátom. Az én szerelmemnek van a legszebb szarva. Kérlek, hódocska, légy szíves, élesítsd meg szegény Orbán szarvacskáját. Remélem, ettől egy kicsit visszanyered az önbizalmad. Billent a lelki világa. Sikerült meggyógyítanunk. Jaj. Jól van, nem kell hálálkodni. Segítség, jaj, de! Jaj, segítség! Jaj, segítség! Tudjuk, hogy örülünk, de most már elég. Jaj. Segítség! Jaj. Jaj. Hoztam virágot, tessék! Mm.
a szíve hölgyét is meghódította. Látod, Benő, a szerelemben is kitartónak kell lenni. Haszontalan házőrző. Hát te miért jöttél utánam? Otthon kéne őrizned a házat. Indíts vissza, egy-kettő! Neked az a feladatod, hogy vigyázz a házra és az állatokra. Ebben a házikóban jól fogod érezni magad. Nem lesz kedved elrohangálni. Látszik, nektek is szükségetek van sikerélményre. Leszoktatni ezt a kutyát a kajlaságról. Mostantól te vigyázol a tyúkokra és a tojásaikra. Oh,
Ó, ne izgulj! Csak etetem őket. Remekül összebarátkoztunk. Próbálj egy kicsit nagyobb fegyelmet tartani közöttük. Keresek neked valami új feladatot, nem szabad elkeseredned. Na, ne lógasd már az orrod. Gyere, játszunk egy kicsit. Ugord át! Ezek a tyúkok tényleg nagyon-nagyon szemtelen jószágok. Van neked saját házad. Menj inkább oda, és ne engem túl innen! Akkor lehet, hogy inkább terelő kutyának kellett volna kiképezni. Bravo, okos kutya! Cirkuszból. Indíts az olba! Kitartó kútásás.
kezdődik a naplásunk munkához. Először is megmosakszom friss hideg vízben. Csak nem kiszáradtak. Megpróbálom mélyebbre engedni a vödröt. Úgy, hogy menjen. Ebben a kútban bizony nincs egy csepp víz sem. Mi történt odön? Attól tartok, kiszáradt a kútunk. Még egy utolsó kísérletet teszek. Az lehetetlen. Mindjárt meglátod te is. Jó, elfogadom, hogy homokkal lesz tele. Legalább a saját szemeddel is láthatod. Honnan fogunk vizet szerezni? Mélyebbre kell ásni a kutat. Lehet, hogy életemben először hasznát fogom venni ezeknek a semmire kellő lusta mihasznabb fakondoknak. Biztos vagy benne, hogy ez jó megoldás? Addig fel se gyertek, amíg nincs víz. Kíváncsi vagyok, hogy haladnak az ásással. Meg kellene nézni, hogy mit csinálnak. Fején találtad a szöget. Te fogod megnézni. Én? Jó. Látsz már valami? Vakondot nem, de itt van egy pár lyuk. Állj, körülnézek az egyik lyukban. Hé, Benő! Nem történt bajod? Ezeket a páncél darabokat lerakom, és akkor könnyen vissza fogok találni. Ó, de fárasztó ez a túra. És milyen hűvös van itt a föld alatt. Hogy tudtak így eltűnni ezek a vakondokok? Én most már minden esetre visszafordulok. Mire összerakom a teljes páncélzatomat, elvileg pontosan ott leszek, ahonnan indultam. Na igen, így. Kész is van. Ezek szerint innen indultam el. De hol van a kötél, amin ödön leengedett? Leengedtem bennőt egy kötélen a kutba, és eltűnt. Ha-ho, Benő! Semmi válasz. Már csak egyedül te tudsz rajtunk segíteni. Próbáljuk ki a légnyomásos módszert. Ő, hogy megvan. Most egy másik kútfúrási módszerhez folyamodunk. Kiskutyám, te úgyis nagyon szeretsz kaparni. Kaparj egy jó mély gödröt. Ó, mélyebbre. Kaparj tovább, most nem csontot keresünk. Jaj. Neked se látom több hasznod, mint a vakondoknak. Nagyon figyelj rám, mert utoljára magyarázom el a dolog lényegét, hogy mit kell csinálnod. Lefelé fúri. Talán megértette. Hiába mindig rá kell jönnöm, hogy csak magamra számíthatok. Hogy halad a munka odalent, ödön? Nem sokára találok vizet, ne félj! Hogyha kőbe ütközne az ásód, ezzel összetörheted? Nagyon rendes vagy, kösz szépen! Ahol kongó hangot ad a szikla, ott a víz. Már megint a stucz? Foglalt! A terinkettét! Lefelé kell tovább keresnem. Hé, ödön!
Ezzel biztos könnyebben fogsz haladni. Benő, neked teljesen elment az eszed? Ezzel nagyon is üthettél volna. Találtál már vizet, ödön? Még nem, de már nem lehet messze. Szerinted mi lehet ott az a kék szikladarab? Ez nem lehet más, mint a föld középpontja. Hát, ez fantasztikus. Kucs. Olyan, mintha remegne az egész föld. Hát, ha ez alatt sincs víz, akkor feladom. Ajaj, ez az óceán feneke lesz a föld túlsó oldalán. Ha én megígérem, hogy lesz víz, akkor lesz is. Csak egy kicsit hosszabb kötelet kell használni, ennyi az egész. Ezt visszaengedem, ez még méreten aluli. Na nézzük. Ödön, te most horgászol, vagy pedig vizet szeretnél húzni? Összekötöm a kellemest a hasznossal. Úgy érzem, most egy óriási halat fogok. Most aztán már halunk is, meg ízünk is, amennyi kell. Csak azt nem tudom, hogy szabadulunk meg tőlük. Tanuljunk meg a víz alatt élni. Nem rossz ötlet, bár nem vagyok vízi ökör. Látod, Benő, sosem bízol bennem, pedig ha én egyszer valamit megígérek, arra bárki mérget vehet, hogy végre is hajtó. Ödön a madárbarát. Hogy kerülsz ide, te szegény fióka? Biztos kiesett a jó meleg fészkéből. Oh.
Már itt is vannak a szüleim. Készítenem kell szegényeknek egy új fészket. Mi ez? Versenyezni akarsz? Fészküknek. Ajjajjaj, elfelejtettem kifűrészelni a bejáratot. Köszi. Ezekből a madárházakból nem fognak kiesni a fiókák. Ennek a nagy családnak kicsi lesz a házikó, készítek nekik egy kényelmesebbet. Olyan lakásuk lesz, amilyet még nem látott az erdő. Nem mondhatják majd rátok, hogy nem volt gyerekszobátok. Nektek is kiutalok egy nagyobb lakást. Ebben a társasházban már kényelmesebben elfértek. Pedig a mondás szerint sok jó madár kis helyen is elfér. Miféle jó madár? A te ringetét az én házi gomban akartál ártatlan kis madarakra vadászni? Így, ebből majd okulni fog.
Azt hiszem, lassan itt az ebédidő. Így működik a madárvekker. Nézd csak, itt egy távoli rokonom, az ökörszem. Ne szomorkodj, majd én megtanítalak repülni. Ha nem találnál haza, hozzám nyugodtan visszajöhetsz. Korai még a szárny próbálgatás. A repülést csak szülői felügyelet mellett szabad gyakorolni. Jaj, megint itt az ebédidő, kezdek éhes lenni. Ezért nem szabad a kakukkosóra kakukjának enni adni, mert kihizza a fészkét. A tél örömei. Olyan hideg van itt, mint a déli sarkon. Mi ez? Álmodom talán. Tessék, Pinni lakás? No, nem igaz. Milyen hatalmas hó esett az éjjel,
Megnézem, hogy bírja a hideget az én menő barátom. Ó, oh, hello, menő! Miért nem bújsz elő a házadból, barátom? Menőke, gyere elő! Adon, nem tudom, mi történt az ajtómmal, de nem nyílik. Biztos befagyott a zár ebben az ökörordító hidegben. Segíts! Mindjárt megpróbálom. Hiába erőltetem, nem nyílik. Találj ki valamit! Jaj, megfagyok! Most úgy nézel ki, mint egy eszkimó. Nem akarok eszkimó lenni! Nem akarok! Ezt szeretem a télben, hogy rengeteg havat lehet lapátolni. Most azonban egy új hótakarítási módszerrel fogok próbálkozni. Egyszerűbbnek tűnik, mint a lapátolás. Ne örüljetek, nem a ti kedvetekért takarítom el a havat. Jaj, segítség! Jaj! Majd hoztok a fejemre! Építek én is egy eszkimó kunyhót, ha már belőlek is van. Azt hallottam, hogy a jégkunyhó belülről jó meleg. Ez tényleg isteni, jó meleg van és világos. Nem mész innen, rossz a diszló, vagyis medve. Majd ellátom én a bajod. Nesze! 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 Sorozatvető ingul! Győzelem, győzelem! Legközelebb jégkrémmé darállak. Rakok egy kis tüzet, hogy még kellemesebb legyen ide bent a hőmérséklet. Hűha, hol van a házam? Milyen érdekes, minél nagyobb tüzet rakok, annál jobban fázom. Kifagy odakint? Nekem nagyon bevált a jégkunyhós megoldás. Kiválóan őrzi a meleget. Jaj, a jégkunyhóm! A tél öröme a síjelés, imádok a havas lejtőkön száguldani. Szívesen benne vagyok egy gyorsasági versenyben. Úgy se tudsz lerázni. Ja, kérem, így könnyű. Ó, na hát ezt nem hittem volna, hogy ennyi versenytársam akad. A kenguru legalább nem fog repülni. Úgy látszik, tévedtem, mégis elrepül. Jaj, félek, hogy a földet ér és egy kicsit nehezebb lesz. Hogy fogom visszaszerezni a siléceimet? Oh!
Úgy érzem magam, mint egy hóvakot. Nem szívesen lennék sem lavina, sem pedig hógolyó. Ó, te szegény ludacska, úgy látom, befagyott a talpad a jégbe, mindjárt segítek, vagy több nefél. Úgy, bum, 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 bum. Ez a lég éppen megfelelő horgászatra. Na, te ringettéd, az én lábam is odafagyott, pedig nincs is lúd talpam. Nem is gondoltam, hogy ma még korcsolyázni is fogok. Hoppá! Hú, micsoda szerencse, ráharapott közben valami a horgomra. Lehet, hogy egy atom tenger alagjárót fogtam ki. Tulajdonképpen a mirelit halat is nagyon szeretem. A kisebbeket elviszem belőlek. Így enni. Ó, mi az? Segítség! Azt nem tudtam, hogy a jeges medvét azért hívják jegesnek, mert a jég alatt lakik. Jaj, 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 jaj. Olyan vagy, mint egy óriási lemeszelt tacskó. Hát ezek meg hogy nem költöztek melegebb éghajlatra? Ébresztő, indulás! Úszó jégtáblát már láttam, de repülőt nem. Horgászathoz nagy türelem kell. De jó ég, micsoda foglaló. Ó, jobb lenne, ha nem fognád ki előlünk a halakat. Elég irigy vagy, öreg rozmár, de nem bánom. Okos ökör enged alapon, odébb állok. Ha ezzel az utolsó lékkel sem lesz szerencsém, akkor abba hagyom már a horgászást. Jaj! De hideg, jaj, de hideg. Jaj, de hideg, jaj, 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 hideg. Ez a jégkunyhó vízen is kiválóan megállja a helyét. Egyszerűen nem is érzem a hideget. Megpróbálok meleg szeretettel gondolni rád. Hát, ha akkor te sem fogsz ennyire fázni. Tudtam, hogy ez a Benő egy lángész. Ödön és a versenyló. Ugye milyen gyönyörűen vágtat ez a ló? Sosem rajongtam a szágultásért. Szívesen kipróbálnám, hogy meg tudom-e ülni. Nem is mesélted még, hogy tudsz lovagolni. Öhön. Most kénytelenek leszünk utána rohanni? Annál azért van egy jobb módszer, amivel megfoghatjuk. Most megmutatom, mit tud egy igazi cowboy.
Tudod, hogy soha sem adom fel? Hopp! Na, mit szólsz, pajtikám? Elismered, hogy én győztem? Micsoda ökörség! Nem fáj neki, hogy a patájára vered azt a patkót? Dehogy is, olyan, mintha te cipőt húznál. Aha. A patkó viszont megakadályozza, hogy elkopjon a patája. Jól felerősítetted? Nem fogja elveszíteni? Az teljesen ki van zárva. Ajaj. Úgy láttam, nekem nem hoz szerencsét a patkó. Na, lássunk neki még egyszer. Most kipróbálok egy hatékonyabb módszert. Hát, ezt nem rúgja le, az biztos. Igazad van. Ki kell próbálnom egy még jobb módszer. Nos, Benő, ehhez mit szólsz? Mozogni mozog, csak nem halad. Ezzel a finom sárga répával magamhoz szoktatom, és ha már olyan kezes lesz, mint egy bárány, elkezdem az idomítást. Jó étvágyat, lovacskám! Na, még egyet? Répa eső! Ilyet se láttam még! Így talán sikerülni fog. Ödön, te most lovat idomítasz, vagy kötélhúzó versenyt játszottok, ha? Lónak nézem a fogát. Először felkészülök egy gyengébb ellenféllel. Ó, bocsánat. Hadd várasszál ki egymást. Zseniális ötlet! Ha jól kimerültek, neked már könnyű lesz a dolgod velük. Tünet! Második menet! Ezzel a nehéz súlyúval kellett volna összeengedni. A következő lépés a ló nyerekhez szoktatása. Próbáld egy kicsit tartani a hátad, de ha akarod, segítek én is. Így nem fogsz összecsuklani. A lótartás legfontosabb része a lóápolás. Először a sörényt. Nos, hogy tetszik ez a frizura? Vagy másikat szeretnél? Ez még különlegesebb lesz. Egyre jobb, nem gondolod? Vagy szebbet akarsz? Azt hiszem, egy lóhoz a lófarok illik a legjobban. Na gyere, téged is lecsutakollak. Ajaj. Így. Egy kicsit összekócolódott a mintád. Ideje egy kicsit tempósabbra fogni. Na, jól van, lovacskám.
van, lovacskám? Legelj csak nyugodtan. Neked is kell az energia. A láttatást csak a jövő héten akartam elkezdeni. Ez a ló aztán tud vágtázni. Most elkezdem vele a felkészülést a versenyre. Vigyázni kell, mert a csúszómászoktól megijed. Gyerünk, Benő! Mindenki foglalja el a starthelyet! Egy, kettő, három! Vágtas, lovacskám! Rajta! Rajta! Ne! Ó, félre az útból! Félre az útból! Nem hagyhat le ez az ütődött strucc? Szégyen, ne hozz rám, lovacskám! Ja, ja, gyerünk! Gyerünk, lovacskám! Mindenkinél gyorsabbnak kell lennünk! Tudtam, hogy győzni fogunk. Remélem, nem fáradtál el, lovacskám? Ugyan! Friss vagyok, mint a harmat. Azért egyszer igazán pihenhetünk volna. Megint akadt egy vetélytársuk. Ott a cél! Gyerünk, lovacskám! Győztünk! Na most már álljatok le! Én egy kicsit kezdek fáradni. Micsoda ökör ez az ödön? Hiába tanítom, hogy lassan nyálj, tovább érsz. Ezeket a derék jószágokat elkapta a sebességláz. Láss silapítót! Láss silapítót! A falánk boci. Jól van, hadd szopjon a boci, amennyit csak akar. Mi újság, Griska? Látom, jól tele van a tőgye, de... Ezzel a tőgyel tennem kell valamit, mielőtt még leszakad.
Annyi teje van anyádnak, hogy nyugodtan nyithatnánk belőle egy tejcsárdát. Így kell korszerűsíteni a tejtermelést. Ne legyél ne nezem a tiéd. Ebből finom sajtot akarok csinálni. Micsoda neveletlen jószág vagy te! Felfordítottad a páncélomat! Mehetek vele a páncéljavító műhelybe! Hát. Meg barátom, nem vettelek észre. Miért nem vigyázol, Ödön? Tönkretetted a páncélomat! Megjavítom neked egy pillanat alatt. Tudod, milyen ügyes ezermester vagyok. Feltaláltam az automata tehénetetőt is. Benő szójának, nyugodtan el akartál. Jó, hogy jössz, ennek nem találom a helyét. Van csak ide, majd én összerakom. Úgy. Kész van? Valamit elszúrtunk. Talán te szúrtad. Neked is megjött az étvágyad, ugye? Hol van anyád? Anyádhoz. Ne piszkáld a többi állatot. Jó étvágya van ennek a bocinak. Ezt a vödröt azért kötözöm ide, mert nem hagyhatjuk, hogy akár egy csepp te is kárba vészen. Most nem megyünk sétálni, kiskutyám, mert a tehenet kell legelni minden. Ám bár ezt a feladatot te is meg tudod oldani. Vigyázz rá! Wow.
Mostantól nekem is sok tejre lesz szükségem, mert tejcsokoládét akarok készíteni magamnak és az én menő barátomnak. Neked meg rá kell szoknod a legelésre a szopás helyet. Ne is haragudj, igazán nem vagy már csecsemő. Micsoda egy falánk gyerek? Átállok a nagyüzemi tejtermelésre. Nehogy elharabd azt a csövet, mert megtanítalak kesztyűben událni. Segítség! Nem hagyd békén a borjú! Jó lesz vigyázni, mert megint elgázolnak. Jaj, sejtettem, hogy ez lesz a vége. Segítség! Segítség! Kapsz te, csak hagyd békén! Hau! Hau! Tényleg, cikladós vagyok! Jaj, le! Jaj! Szopjál csak nyugodtan, ha kifogy itt a tartalék. Meredjél már ilyen rettenetesen falánk, te borjú! Jó, jó, nem gondoltam komolyan. Ennyi, ödön! Ne idd el a tejet, szegény boci elő! Sírba viszel bennünk. Harkály veszély. Itt tudtok kalapálni. A legszebb álmomból vertek fel ezzel a szörnyű ricsajjal. Úgy kellett, nektek sem árt egy kis felfrissülés. Remélem most már szépen odébb álltok. Akartam zuhanyozni! Oh. Micsoda kiállhatatlan jószágot! Próbáld meg a kókuszdiót! Úgy látom, az öreg harkály most tanítja kopácsolni a kölyké. Így készül a sivatagi tevetöltő állomás. Hát ez most egy pupú teve, vagy két pupú teve? Nagyon érdekes tudomány a biológia.
Most már négy pupu. Olyan régen láttam az én öreg bálna barátomat. Fejezzétek már be azt a kalapálást! De jössz, fiam! Most mutasd meg, mit tudsz! Remélem, ettől elmegy a kedvetek. Tönkre teszik a fát, ahelyett, hogy gyógyítanak. Ma nagyon felbosszantottatok, harkályok. Hm? Már itt is? Hm? Jaj! Nagyon harcias kis fickó. Igen, tapasztaltam. Na, ne. Dugd be a műhelybe! Ez a kalapálás az idegeimre megy. Ki kell találnom egy harkály ijesztőt. Ha nem sikerül valahogy megállítanom őket, kivágják az egész erdőt. Ott repül egy kis kalapálógép. Most egy dobszoló is csatlakozott a kalapálláshoz. Talán most elfeledkezik a kopácsolásról. Nem vált be a reményem. Thank you.
ez kibírhatatlan. Még jó, hogy egy kicsit nagyot hallok. Mindenkit megőrítesz a kopácsolásoddal. Ezt nem tűröm tovább. Jól csináltad, ez talán elvette a kedvét. Mi van, fiam? Köszönhetjük. Rendben van, galapáljatok, én megszerzek egy füldugót. Magyar hangok. Újlaki Dénes, Kis Erika, Mícs Ildikó, Csizmadia Gabi, Várkonyi András, Szokol Péter. Magyar szöveg Pataki Gábor, hangmérnök Kendi Lajos. Gyártásvezető Ozorai Katalin. Szinkronrendező Hírt Ildikó. A szinkront a Masterfilm Kft. Készítette. Forgalomba hozza a VIP Art Kft. Produkciós vezető Gyárfás László és Juhász Jenő.